Összesen 42-en vehettek át elismerést a Tolna megyei kormányhivatal védelmi bizottságától a koronavírus járvány ellen végzett munkájuk elismeréseként. Ők az egészségügyi, a szociális, köz- és az államigazgatási területeken dolgoznak. Dr. Szabó Gábor Bogyiszlón és Szekszárdon házi orvos. Tavaly március óta minden héten tart koronavírus elleni oltást. Emellett a többi betegét is a legjobb tudása szerint látja el. Ő most a Tolna megye védelméért emlékérmet vehette át. 2020. decemberében én is megfertőződtem, és a sürgősségire is kerültem, onnan pedig a fertőző osztályra. Úgyhogy nagyon sokat köszönök a kollégáknak, hogy én most itt lehetek és nyilatkozhatok önöknek. És pont emiatt személyes küldetésnek is éreztem ezt az egész koronavírus elleni harcot. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja arról beszélt, hogy a 2011-ben megalakult védelmi bizottság legnagyobb feladatát tavalyig a 2013-as Dunai áradás adta nekik. A koronavírus járvány kitörésével viszont hirtelen olyan feladatokat kellett megoldani, amiket korábban még soha. Nekem az a véleményem, hogy nagyon jól sikerült koordinálni a védekezésben résztvevő embereket, úgyhogy sikeresnek ítélem meg az elvégzett munkát, és én bízom benne, hogy a még hátralévővel is ilyen jól meg fogunk tudni birkózni. György István, a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője azt mondta, hogy a sikeres védekezés nem valósulhatott volna meg azoknak a szakembereknek a munkája nélkül, akik az egészségügyet, a helyi közigazgatást és az államigazgatást működtették. Mindenki számára, aki harmadik oltást fel kíván venni, Magyarországon ezt biztosítjuk, az oltóanyagok rendelkezésre állnak, és természetesen további kampányokkal, mint a most befejezett iskolai oltási kampányal, ahol 46,5 ezer diákot sikerült most augusztus végén, szeptember elején beoltanunk. A szülők felelősségteljes magatartásának köszönhető, hogy a június 4-én indul 12 és 18 év körötti korosztályi oltásból, a nyár folyamán 185 ezeren oltakoztak. A munka viszont folytatódik, mert a negyedik hullám már Magyarországra is betört. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az összefogásra továbbra is szükség van, hiszen a negyedik hullám az oltatlanokra hatalmas veszélyt jelent. Bátorítok mindenkit, hogy a maga védelmébe pedig, aki még nem oltakozott, azt tegye meg, hisz nem tudjuk, hogy mi a kimenetele a negyedik fázisnak. Horváth István, Tolna megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Tolna megyében az összefogás példaértékű volt, ez pedig a munkában résztvevő szakembereknek köszönhető. A Tolna megyében én azt gondolom, hogy példaértékű volt az a szervezői munka és az a elhivatottság, amelyet a vírus elleni védekezésben nagyon sokan végeztek. Nem lehet így igazából egyetlen egy szemét se kiemelni, meg talán az egészségben dolgozók, akikre még nagyobb teher hárul, de ugyanúgy a katonák, ugyanúgy azok a segítők, akik a kormányhivatalon keresztül szervezték az oltópontoknak a működtetését, vagy akár a diákok, mindenki azt gondolom, hogy részt vett ebbe a munkába. A díjátadás állófogadással zárult.